A film úgy kezdődik, hogy EÜ, EÜ. Aztán pedig jön egy kis csü-csü-csü, ha-ha-ha. Na, ez egy jó epizódnak ígérkezik. Akkor hasítsunk is bele. Let's roll! Az első jelenetben egy autó tart a kristálytó felé. Meg is érkezik egy csecsekis fahászhoz, amiben egyből kiég a villanykörte. A nő, aki a kocsit vezette, ki is megy a fészedbe tartalék izzót keresve, és közben úgy csücsörít, mintha éppen szelfit készítene magáról. A csajszí kicseréli a körtét, és ebben annyira leizzadt, hogy fürödni szeretne, de váratlanul elmegy az áram. És ekkor támad Jason, akinek a feje körbe burjánzotta a maszkját. Hát nem ártana néha levenni, kiszellőztetni azt. Ekkor egy kis fogócska veszi kezdetét, én meg közben azon gondolkozok, hogy utoljára Jason-t Manhattan csatornáiba láttuk dezintegrálódni. Ráadásul a cseppfolyós gáz az visszaalakította őt gyerekké, amit nem igazán tudunk hová tenni. Na meg persze az sem, hogy akkor mit kolbászol itt újra a tó környékén. Ekkor kiderül, hogy az egész egy csapda volt, és katonaszerű képződmények sorozzák meg a gyilkost. A fáról is leereszkedik néhány csóka, pedig odafentről is simán tudtak volna tüzelni. Aztán egy robbanást követően lerepül Jason feje, amiből kiesik a szíve. Hát már megint elég érdekes Jason anatómiája. Ezt a néger kalapos fazon is megerősíti. És ekkor jön a fő cím. Péntek 13. Jason pokolra jut. A tavirém tetemét bezsákolják, aztán kizsákolják, végül össze-vissza zsákolják, a jelenet közben megjelenő szövegeknek pedig sör színe van. Ekkor a hentes bácsi megállapítja, hogy a tank k***ra halott. Mikor az ipse a szívet vizsgálja, az újra dobogni kezd. Ez annyira megtetszik neki, hogy fogja magát és bezabálja. Aminek hatására fényspermiumok ostromolják meg. Oké, hát erre nem számítottam. A boncteremben megérkezik a pasas kollégája, akit a Jason által megszállt néger jól megvilláz, majd az FBI ügynököket is kinyírja. Ezután egy dokumentumfilmet látunk, amiből kiderül, hogy a kalapos néger átpártolt a mellényekre. Elmondja, hogy ő egy fejvadász, és nem mellesleg Jason szakértő. Azt is elárulja, hogy a gyilkos nem halt meg, mert a lelke testről testre jár. De ő 500 ezer dollárért cserébe tényleg el tudja pusztítani. A következő jelenetben egy Jason témájú kajáldában vagyunk, ahol a Duke nevű fejvadász már megint kalapkodik. A pincérnőt akarja befűzni valamire, de az hallani sem akarja az ajánlatot, ezért a serifék kitessékelik az ipsét a helyiségből. A pincérnő azt mondja a pultnál ülő szemüveges fószernak, hogy este jöjjön át hozzá, mert elmesél neki valamit Jasonről. Az úton odafelé a fószer felszed pár fiatalt, akik a régi tábor helyére igyekeznek bulizni. Ez persze pucérkodást jelent, ami szexhez és korai magömléshez, vagyis korai megdögléshez vezet. Ezután a négerbá a pincérnőt kukkolja, de helyette egy zsarut kap el, akibe áttransplantálja a lelkét egy csókkal. A pincérnő a lányával beszélget, aki majdhogy nem egyidősnek tűnik vele. A nénit betámadja az álcázó üzemmódba kapcsolt Jason, de a tükörkép lebuktatja őt. A pincérnő fejbe lövi támadóját, de az nem túl hatásos. Ekkor már megint egy puszi következne, de a szemüveges fószer közbelép. A megszállt zsarú ekkor kinyírja a mamát, de az ipse bosszút áll rajta. A sheriff is megérkezik, a Jason szimbiótával fertőzött rendőr viszont eltűnt, ezért szemüvegkapitányt viszik a dutyiba. Duke a szomszéd cellába roboskodik, aki némi új tördelésért cserébe elmondja, hogy a pincérnő Jason húga. A lánya pedig nyilván az unoka húga. Azt is elmondja, hogy a gyilkost csak ők pusztíthatják el végleg. Ráadásul Jason csak az ő testükbe képes tartósan újjászületni. Én meg nem tudom, hogy most a Halloweenbe, a gyerekjátékba vagy a Venomba érezzem-e magam. Meg azt se tudom, hogy a fejvadász az honnan ilyen informált. Azt meg végképp nem, hogy ezért miért kellett újakat törni. A szemüveges, akit egyébként Stevennek hívnak, oda csalogatja a szolgálatban lévő rendőrt és kiszabadítja magát. Eléggé magas lehet a fájdalom küszöbe, hogy mindezt törött kézzel képes megtenni. A következő jelenetből kiderül, hogy a pincérnő lányának van egy gyereke, ráadásul Steven az apja. Na jó, tegyük tisztába ezeket a rokoni szálakat. Szóval, volt a jó öreg Pamela, akit a kötött pulcsia ellenére valaki megkívánt, és csinált neki egy démoni porontyot.
Diana, a pincérnő, az Jason apjának és egy ismeretlen nőnek a gyereke, vagyis a gyilkos féltestvére. A pincérnőnek született egy lánya, aki nem más, mint a szőke csaj, vagyis Jessica. Jessica szerint igen szexisek a kerek szemüvegek, ezért lefeküdt Stevennel. De az a szemüveg igen drága volt, ezért Officerre már nem futotta, így megszületett Stephanie. És azt hiszem ezzel teljes is a családfa. Gyűlölöm az egész bandát. Na de kanyarodjunk vissza a filmhez. Steven elmegy a Voorhees házba, ahol a pincérnő is lakott. Itt megtalálja a Necronomicont az Evil Deadből. Az igen. Akkor ezek szerint Jason egy kandari démon. Ekkor megjelenik Jessica aktuális pasia, mert az anyós halála óta itt csöveznek. A fickó elmondja, hogy ellopta Diana holttestét, és elrejtette azt a pincében, mert valami turista látványosságot akar csinálni a házból. De ehelyett kap egy Jason ízű puszikát. Mert mikor a szomszéd zsombit puszilgat meg oly ritkán, azt érzem, hogy olyankor még jó sokáig bírná. What? Ezután Jessica is megfürödne, de a gyilkos már megint lekapcsolja a pilácsot. Igazi kis környezetvédő. Jess magához vesz egy kalapácsot és egy zseblámpát. A pasi a támadásba lendül, de ex-barátja megmenti őt. A csaj persze nem hisz neki, ezért kilöki az autóból, és meg sem áll a rendőrségig, ahol körözést adnak ki Stevenre. Kisvártatva Jason jelenik meg az őrsön, aki kinyír pár zsarút, és már majdnem átköltözni Jessicába, de Steven már megint megmenti őt. A gyilkos ez alatt tovább tombol, Duke pedig kihasználja az űrzavart, és megszökik. Jessicáék a kajáldában mennek a gyerekükért, de a főnöknő fegyvert fog rájuk, mivel Steven körözött bűnöző. Hívnák is a rendőrséget, de nincs vonal, ezért a nő a fiát küldi át az őrsre. Na, ennek a csókának szerintem annyi. Hogy igazam legyen, jön is Jason, és kinyírja a srácot. Odabent haddelhad veszi kezdetét, a kisgyereknek viszont lába kért. A gyilkos ekkor kap egy vasrudat a szívébe, amitől összeesik, így a lány le tud lépni, és itt hagyja gyermeke apját. Aki talál egy üzenetet a fejvadásztól, hogy nála van a gyerek, és menjen a Voorhees házba. Kiderül, hogy Jessica is oda ment, hát akkor igazán mehettek volna együtt. A fickó a csaj kezébe dob egy kést, ami átváltozik plusz egyes varázstőré, ami ráadásul plusz 3 sebzést biztosít élő holtakkal szemben. Hát ki ez az ipse? Ő a fekete Gandalf. Ez alatt a kajodába érkezik egy rendőr, aki Jason következő hordozója lesz. És ekkor derültékből támad a boss fight. Boss fight. Egy autó érkezik a Voorhees házhoz, Duke meg full béna mód leesik a pincébe. Két zsaru toppan be, mi meg nem tudjuk, hogy melyiket szállta meg Jason. A csaj kinyírja a sheriffet a varázstőrrel, de persze nem ő volt a gyilkos. A másik zsaru ekkor megpróbálja lesmárolni a babát. De jön Steven, aki lefejezi a rendőrt. Abból előkúszik egy kukac Jason, aki körbe szotyorogja a szobát, majd ráugrik Stevenre, aki... Te atya úristen! Na, ehhez keresek egy idevágóbb zenét. Steven a sarokba hajítja kukac Jasont, aki valahogy mégis a pincében találja magát. A fejvadász kimenekül onnan, Jason Damon, vagyis Jamon, pedig beköltözik Diana testébe. Amitől valamiért visszaváltozik önmagává. Hát mi az Isten történik itt? Duke hozzá bilincseli magát Jasonhöz, amiért kijár neki egy Darwin díj. A lány lejti a csodakést a pincébe, Steven pedig kiugrik a gyilkossal az ablakon, de az meggerevéli őt. A srác visszalapátkodik, mire a gyilkos egy mászókával reflektál. A csaj ez alatt visszaszerezte a bökőt, ami kiszopkodja Jasonből a korábban megtapasztalt fénysperrmát, ami felszáll a felhőbe. Steven ezután varázspofonokat osztogat, Jessica pedig beszonja blédezi a pengét a gyilkos szívébe. Ettől fénygyúl az égen, amiből fotonzápor kezd potyogni. A földből meg démon kezek nyúlnak Jasonért, amik valamiért Stevent is vinnék magukkal, de Jess kihúzza őt a kutyaszorítóból. És ekkor hirtelen... A boss fightot követően hőseink belesétálnak a napfelkeltébe, és kifejezetten tetszik, hogy a gyerekükről totál megfeledkeztek. Jason maszkját pedig Freddy viszi magával. A crossover filmre ezek után pedig már csak egy laza 10 évet kellett várni.